Ungváron hétfőn reggel néhány tucat tüntető meg akarta akadályozni, hogy Viktor Ledida, a megye kormányzója bejusson hivatalába. A Kárpátaljai megyei közigazgatási hivatal vezetői azonban szóban és a közösségi oldalakon szabadnapot hirdettek a beosztottaknak. Összetűzés nem volt, az épületet továbbra is nagy rendőri erők védik. Innen a demonstrálók az alig 100 méterre lévő rendőrkapitánysághoz mentek, ahol kijött hozzájuk a Kárpátalja megyei belügyi főosztály vezetője. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kárpátaljai különleges rendőri alakulat visszatér Ungvárra, az ő buszaikat látták civilek, akik értesítették a téren tiltakozókat. Ha meg akarnak győződni arról, hogy valóban hazatért Kijevből az állomás helyére a kárpátaljai Berkut alakulat, megtehetik ezt. Pihennek, minden rendben van, az egység nincs készenlétben. Hétfő délután újabb ellenzéki nagygyűlést tartottak Ungváron. Az eseményen bejelentették, szerda reggel rendkívüli ülést tart a megyei tanács. A két legfőbb napirendi kérdése a kormányzó elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása és Kárpátalja néptanácsának kikiáltása lesz. A köztársasági elnök Janukovicsnak kell valamit keresni középső szintvonalot, hogy ne legyen a kroproletján, vérutás. Mert mi már látunk, hogy nap mint nap vannak olyan események, amikor egy-két ember hozzá helyenek, de meghal. Ezért a mi oldalunkról mi azt látjunk, hogy nekünk az elsősorban azt vissza kell visszavonni a 2004-es konstitúciót, ami azt jelenti, hogy a parlamenti ország, és ez az első, utána a második, amit mi követelünk, ez, hogy az összes, aki most nézakonna, törvénytelen le vannak tartóztva, az mindenki ki kell, hogy engedjenek. Ez a második. A harmadik, ami opozíció követ, ez, hogy az összes politikus bebörtözött, igen, ők ki legyenek engedve, és majd csak utána lehet szó arról, hogy az opozíció új kormányt szervezzen, vagy tervezzen, alakítson. A hatóságok szerint eltúlzottak voltak azok az értesülések, amelyek szerint radikális nacionalista csoportok tartanak Ungvár felé, hogy megostromolják a megyei közigazgatási hivatal épületét. A nacionalista Svoboda szimpatizánsai és vezetői együtt tüntetnek a többi ellenzéki erővel. A fő cél továbbra is a tiltakozó megmozdulások békés jellegének megőrzése Kárpátalján.